Szerbiában 76 népkonyha működik. A szolgálatnak 35.170 felhasználója van. Szabadkán egy konyha működik 30 elosztóhelyel és 1100 felhasználóval. A kis Radonováci helyi közösség épületében naponta 33 ember fordul meg. Ha káposzta van, meg a bab, az igen. Így is nem panaszkodnak, de bab, meg a káposzta, az imádnak. Mondta Deme Zsívka, aki 2004 óta osztja az ebédet a rászorulóknak. Sokan nem tudnak megélni a segélyből, nagy segítséget jelent nekik a népkonyha. Hallai Ida 2 éve kapja az ebédet, elégedett az ellátással. Minden, de csütörtökön a paprikást. Ez változatos ételek? Tehát, hogy mindig más van? Minden nap más van, de minden héten körülbelül tudjuk, hogy mi. Vörös Zoltán már 3. éve jár a népkonyhára a napi melegételért. Szükségem van, mert nincsen más kimenetem, gondolom. Itten, amit kapok, még a szociális segít is az. De a szociális segít csak 9 hónapig, úgyhogy kell valamit kap. 4 éve, gondolom, hogy járok, de hát tényleg nagyon kicsi a nyugdíjam, úgyhogy 13.000 dinár, abból nem tudok kijönni, meg a rezsiket fizetni. Szabadkán a város és a Vörös Kereszt segít a rászorulókon. A településen a népkonyha 1993 óta működik. Az év 295 napján 1100 ember kap meleg ebédet, ebből 158 a kiskorú. Szabadka városnak pillanatnyilag is az 1100 aktív felhasználón felől legalább egy 300 és 500 ebéd kellene még plusz, ellenbe az aktuális pénzügyi lehetőségek ezt nem tették lehetővé. Azok a folyamatok, amik majd be fognak következni 2014 végéig és 2015-ös évbe, a különböző változások és módosítások alapján, ezt a számot feltételezem, hogy meg fogják emelni legalább 2-vel. Bár nincsenek pontos adatok arról, hogy hányan számítanak szegénynek Szerbiában, becslések szerint azonban minden 10. ember egyik napról a másik napra tengődik.